Az eseményen kiállítás is nyílt a Dunajvárosi Szakképzési Centrum diákjainak műveiből. A hét programsorozatának része, hogy megmutassák, az iskolák támogatják a diákokat a művészeti tevékenységekben, akkor is, ha ezek nem kapcsolódnak szorosan a szakképzéshez. Ilyen informatika szakon tanulok, igazából fotózással már olyan 2,5-3 éve foglalkozom olyan komolyabb szinten. Mindig is érdekelt, azért nagyon szerettem volna már egy komolyabb fényképezőképet kapni, ami meg is lett, és hát eddig ebben a jövőben látom, képzelem el magam. Én annak idején azért választottam a Rudast többek között, mert hihetetlen színes volt a diák élet, és mindig támogatják azokat a diákokat, akik nem csak a négy fal között szeretnének tanulni, hanem bontogatnák a szárnyaikat is akár más irányban. Jó ötletnek tartom, mert kicsi színt visz a hétköznapokba, felkelti a diákok figyelmét az egyes művészeti ágazatokra, és megszeretteti magát, mármint a emberekkel megszerettetik még jobban a művészeteket. Nagyné Fausz Csilla nevelési igazgató helyettes elmondta, a szakképzés fontos része, hogy a diákok az iskolapadból kilépve is megállják helyüket az életben. Azt gondolom, hogy akkor nem fognak elmenni a szakemberek Magyarországról, hogyha nem csak az ágazat vagy a szakmai képzés mellett kiváló szakembereket képzünk, hanem megtanítjuk őket az életre is. A művészeti képzésnek, az ágazati képzés melletti művészeti képzésnek ez lenne a feladata. A mai megnyitón is láthattuk, hogy egy-egy ágazathoz kapcsolódóan közéleti tevékenységet is tudnak folytatni a diákok, tudnak alkalmazkodni bizonyos rendkívüli helyzetekhez, ha mondjuk egy technika nem úgy indul el. A szakképzés európai hetének megnyitója Brüsszelben volt. Az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet. A szakképzett munkaerő hiánya közös európai jelenség. Ha lehet azt mondani, akkor most ébredeznek rá mindenhol, hogy egyre kevesebb szakember van, és nem csak Magyarországon, hanem valóban Európa szerte bármely országában. Hogy hol a gond? Biztos mindenhol egy kicsit, akár az oktatásban, akár az oktatáson kívül is, de én abban bízom, hogy például egy ilyen rendezvény is arra ösztökél mindenkit, hogy összefogjon, és ezt a problémát, ami most még valós, azt minél előbb orvosolni tudjuk. Az Európai Szakképzési Hét eseményei a Rudas iskolában szerdán délután 13:30-kor folytatódnak. Ekkor Út a felsőoktatásba címmel hallhatnak előadást az iskola tanulói, amit a Dunajvárosi Egyetem tanárai és hallgatói tartanak.